Üdvözlöm kedves nézőinket, mai vendégem Bognár György, válogatott labdarúgó, középpályás, a Paksi FC vezetőedzője. Köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm én is a nézőket! Hát hogyan jött az ön életében a sport, illetve a foci, hogy erre tette fel az egész életét? Hát gyerekkoromtól a kedvenc játékszerem a labda volt, édesapám futballozott, és valószínű tőle örököltem a géneket az öcsémmel együtt. Hát gyerekkoromtól fociztunk, és hát nyilván gyerekként az volt a vágyam, hogy egyszer NB1-es futballista, netán válogatott legyek, és hát sokszor az iskolai tanulmányokat is alárendeltem a futballnak. Az mit jelent, hogy alárendelte? Hát tulajdonképpen azt, hogy középiskolában, ugye Bajáról származom, és Baján játszottam gyerekként, szerettem volna NB1-es csapathoz kerülni, és volt egy megkeresésem az MTK-tól, más csapatoktól is, de az MTK szimpatikus volt, és hát bizony elhanyagoltam a tanulmányomat a gimnáziumban is, minél rövidebbre szerettem volna zárni, hogy otthonról el tudjak menni Budapestre. Elment Budapestre, és akkor ott mi történt? Hát tulajdonképpen egy próbajátékon vettem részt az MTK-nál, de az első edzésen Bicskei Bertalan volt akkor az ifi edzője, és mondta, hogy már ne menjek vissza Bajára, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag az MTK-nál töltöttem a következő 10 évemet. Most hamarosan születésnapja közeledik, úgy tudom november 5-én lesz 60 éves. Ilyenkor az ember azért számvetést szokott készíteni. Ön ez a típus egyébként, hogy számvetést készít? Nem. Egyáltalán nem is foglalkozom a korommal, szerintem szerencsés típus vagyok ilyen szempontból. Nem nagyon foglalkozom ezzel, nyilván majd aznap, amikor éppen 60 éves leszek, elgondolkozom azon, hogy mi is volt az elmúlt 60 évben, de nem nagyon foglalkozom ezzel. Amit észrevettem egyébként a korommal kapcsolatban az az, hogy 50 éves korom után egy kicsit gyorsabban pörögnek a napok. Tehát az elmúlt 10 év azért úgy telt el, hogy olyan egymás után jönnek a napok, és olyan gyorsan elszállt. Az első 50 év valamivel hosszabbnak tűnt. Hogyan fog ünnepelni? Hát ahogy eddig, szerintem nem csinálunk ebből olyan nagy bulit. Tudomásul veszem, hogy ez van. Gondolom a családtagjaim felköszöntenek, esetleg a csapat is. És aztán ennyi. Nem készülök én olyan nagy bulira. Azért visszatekintve a pályafutására, úgy érzi, hogy így a sikerek azok jöttek egymás után, és mindent elért? Amit szeretett volna? Amit szerettem volna nagy vonalakban, és gyerekként megfogalmaztam, azt elértem, talán egy picit többet is, de én azt gondolom, hogy soha nem lett az ember elégedett magával. Több is lehetett volna benne, akár játékosként, akár edzőként, akár szülőként, tehát az élet más területén is, azt hiszem, hogy jobban kiaknázhattam volna a lehetőségeket, de összességében ilyenkor az ember csak a szépre emlékezik, és ilyen szempontból egy boldog életem volt, vagy van, tehát én az nem vagyok elégedetlen. Nem elégedetlen. Úgy tudom, azt olvastam a hírekben, hogy koronavírusos is volt. Ez így volt? Kicsit meséljen nekünk erről, illetve ez egyik családtagja is. Igen. Hát ugye a csapaton keresztül ment a koronavírus, de ilyen enyhébb tünetekkel léptek át a játékosok, egy-két hét alatt túl lettek ezen a dolgon. Én különösebben nem félek a betegségektől, nagy jelentőséget nem is tulajdonítottam neki, addig, amíg két fiatal játékos ezt az angol mutánst el nem kapta, és ráment a tüdejükre. Na most én velük elég gyakran beszélgettem, és a fiammal együtt elkaptuk mi is, és kórházba kerültünk. Tulajdonképpen én nem olyan akartam a kórházba menni, itt Pakson karanténba vonultunk, és hát napról napra egyre rosszabbul lettem, de én erről nem akartam tudomást venni, és akkor a párom egyszer csak kihívta a mentőt, mert már úgy érezte, hogy tényleg nem kapok levegőt. Bevittek a szekszárdi kórházba, és ott mondták, hogy innen már nem menjek sehova. Kétoldali tüdőgyulladás, Covid, és hát ilyen két nap volt billeget, hogy most akkor intenzív vagy nem, de szerencsére én 10 nap alatt ilyen oxigén palackkal, és hát elég gondos ápolást kaptam én ott a szekszárdi kórházban. Tehát akkor lélegeztető gépre nem tették. Nem kerültem, igen, azt sikerült elkerülni, elég volt az oxigén. Milyen érzés volt ott feküdni a kórházban? Hát soha nem jó ilyen helyzetbe kerülni.
alapjában véve elfogadtam a helyzetet, hogy én is ebbe beleestem, és hát igyekeztem betartani azokat az utasításokat, amiket az orvosok mondtak, és szerencsére hát sikerült is megúsznom. Nem félt? Sajnos nem féltem, most sem úgy fogom föl, hogy esetleg lehetett volna ez még tragikusabb is. Nem vagyok teljesen rendben ma sem, mert a tüdőm az jelen pillanatban ilyen 63%-on ketyeg. 53 volt, amikor egyébként kiengedtek a kórházból. A koronavírus következtében? Igen, igen. Tehát a tüdőkapacitásom 63% volt, és a múlt héten kellett volna visszamennem egy újabb kontrollra. Hát reménykedem abban, hogy elérem a 70%-ot, de éppen megfáztam, és emiatt nem volt időszerű az újabb kontroll. Majd talán egy-két hét múlva ezt meg tudjuk ejteni. Alapjánvel nem az élet funkcióimat ez nem zavarja, hát annyi, hogy nem vagyok annyira terhelhető, mint előtte. Az mit jelent, hogy például nem sportol annyit, nem mozog annyit? Hát igen, már tulajdonképpen nekem már csak a kerékpározás maradt, mert a térdeim elég rosszak, de a kerékpározásban is azért érzem a levegővételeknél, a terhelésnél, hogy a doktor úr azt mondta nekem, hogy maratont már ne vállaljak, úgyhogy nem is tervezem. Nem is tervezi, de hiányzik valami az előző időszakban, amit még a betegség előtti életét mondhatjuk így? Hát csak ez a levegővétel, a tüdőkapacitás. Csak a levegővétel? Igen, egyébként mást én nem hinném, hogy bármi másban hátráltatott volna, annyi, hogy nyilván fölnyitotta a szememet, hogy azért nem lehet csak úgy elsétálni emellett a vírus mellett, tehát időszerű és célszerű mindenkinek, hogy oltassa be magát, én is megtettem. Úgy tudom, itt a családtagjaival dolgozik együtt Pakson, meséljen nekünk erről egy picit, hogy milyen együtt dolgozni a fiaival. Nagyon jó gyerekek, nagyon szeretek velük lenni a magánéletben is, intelligens, okos emberek. A saját területükön szerintem jók is. Hát a Steffi ugye még a pályán focizik, ő azért, hogyha jó paszban van, akkor egészen jó mérkőzéseket tud produkálni. A másik fiam, a Gyuri, ő már abba hagyta a focit egy komolyabb sérülés miatt. Ő pedig az edzői pályán van most már közel 5 éve, és nagyon-nagyon szeretek vele dolgozni. Nagyon, a nagyon kevés emberek egyike, akire hallgatok. Akkor ezek szerint büszke rájuk? Igen, mind a kettőre nyugodtan állíthatom, hogy büszke lehetek. Jó szakembernek tartja akkor őket. Nem szokott vita lenni a családban egyébként? De mindig van, hát ettől jó, hogy nem kell mindig mindenbe egyetérteni, de aztán valahogy mindig közös nevezőre jutunk, mert értjük egymást egyébként. Ha nem is vagyunk teljesen egyformák, nem egyforma karakterek vagyunk, például a nagyobbik fiam egy nyugodt, visszafogott nálam, én egy hirtelen ember vagyok, a kisebbik is egyébként, és aztán valahogy mindig összerázódunk, és hogy mondjam, közös nevezőre jutunk. Milyen vezetőnek tartja magát? Ez a temperamentum azért ott is kijön, ugye az edzéseken? Igyekszem közvetlen lenni az emberekkel is, a játékosaimmal is, de mindig meg kell, hogy legyen a munkában, a futballban, az öltözőben, a pályán az a 3 lépés távolság, amikor munkáról van szó. Ha nincs munka és közvetlen kapcsolatba tudunk kerülni, akkor tegeződök minden játékossal, próbálok közvetlen lenni. Egyébként ilyen vagyok a pályán kívül is. Úgyhogy ezzel nekem soha nem volt gondom, egyetlen egy csapatomnál sem. Mindig megtaláltam a hangot mindenkivel. Mindenkiről tud mindent? Ön az a típusú edző? Nem feltétlenül, nem is akarok mindenkiről mindent tudni. Én azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a saját élete, a saját felfogása, hogyha az nem ütközik a csapat érdekében, vagy nem tesz keresztbe másoknak az öltözőben, akkor én nem foglalkozom ilyen kis pitiáner ügyekkel. Például milyen pitiáner ügyre gondol? Hát, magánügyben például? Magánügyben is, tehát én minden kérdést, ami szakmai kérdés, vagy a csapattal kapcsolatos, azt beviszem az öltözőbe. Tehát én 25 ember előtt beszélem meg mindenki problémáját, mert másokra is tartozik, amit esetleg egyes játékosoknak mondani szeretnék. Tehát mindig az öltözőbe viszem, mindenki tudjon mindenről. Ha valakinek van magánéletbeli problémája, azt 4 szem közt. Tehát ami másra nem tartozik, azt nagyon szívesen meghallgatom, de a futballal kapcsolatos dolgokat csak az öltözőbe vagyok hajlandó megbeszélni mások előtt. Mennyire tartja fontosnak a mentális felkészítést?
a pszichológusok alkalmazását. Mit gondol erről? Próbálkoztunk már többször csapat szinten is pszichológiával. Nem látom értelmét. Felnőtt profi futballistáknál egy pszichológus el van veszve az öltözőbe 25 ember között. Ha egyéni problémája van valakinek, és a pszichológushoz fordul, egy-egy embernek tud a pszichológus segíteni, de csapat szinten 25-nek kizárt dolog. Ha este 10-kor megszólal a telefonja, felveszi, hogyha az egyik játékosa hívja? Nem. Leszoktattam őket arról, hogy engem mindenféle pitiáner ügyekkel hívogassanak. Ott van a fiam és a másik pályaedzőnk, a kis Tomi. Ők kézbe tartják ezeket a dolgokat, és ha érdemesnek tartják, hogy nekem foglalkoznom kell ilyen ügyjel, akkor őket természetesen fölveszem. Amúgy se vagyok egy nagy telefonálós, nekem nem azért van a telefonom, hogy hívogassanak, hanem azért, hogyha én akarok telefonálni, akkor hívhassak valakit. Akkor lesz szokott merülni a telefonja sűrűn? Egyáltalán nem merül le, mert nyomógombos, és 5 napig jó. Tehát nekem nincs ilyen okostelefonom. Egyszer megpróbálkoztam vele, de idegesített, állandóan töltögetni kellett, zavart, úgyhogy vettem egy ilyen nyomógombost, és el vagyok vele. Nem akarok minden információt tudni minden percben a világról. Mit szeretne tudni akkor, mi érdekli? Minden érdekel tulajdonképpen, de mindennek megvan a maga helye, és nem szeretném, ha ezek az információk állandóan ömlenének rám. E-mail, Facebook, nem tudom mik vannak, nem is élek vele, nem is használom szándékosan egyébként, mert például a Facebook szerintem nagyon káros dolog. Kontroll nélküli véleménynyilvánítás az nem jó, szerintem nem viszi jó felé az emberiséget. Önnek akkor nincsen Facebook profilja? Nincs, nem is lesz. Nem is lesz? Soha. Hogy kezeli az ismertséget? Ezzel se foglalkozom egyébként, nem nagyon függetleníteni tudom most már magam, meg kellett tanulni egyébként, függetleníteni tudom magam az ilyen Facebookos hírektől és egyáltalán a kontroll nélküli véleménynyilvánítástól, nem zavar, mert nem foglalkozom vele. Lepereg rólam. És azt hiszem, hogy ez azért évekbe tellett, amíg eljutottam idáig. Tudom, hogy minek van értéke, tudom, hogy kit kell meghallgatni, kinek kell adni a véleményére, és aki nem ilyen, az nem érdekel. Kinek a véleményére ad? Vannak olyan, például a futballban vannak olyan szakemberek, barátok, akikkel szívesen beszélgetek, sőt, szurkolók is. Nyilván hosszú évtizedekre visszanyúló pályafutásom során azért kialakítottam olyan kapcsolatokat volt csapattársakkal, kollégákkal, akiknek adok a véleményt, és szeretek velük beszélgetni. Vannak éppen elegen, van egy nagyon jó baráti társaságom, egyébként Baján, a gyerekkori csapattársaim még mindig megvannak, heti rendszerességgel találkozunk, 10-12-en nagyon jókat tudunk beszélgetni, enni, inni. Tehát lemennek ilyenkor olyára? Igen, lemegyek minden héten. Egyébként Pestről is lejártam, tehát ezt a társaságot, és igazából a gyerekkorom óta ők maradtak meg, akik, mondhatom úgy, hogy a baráti társaságom. Tehát akkor van a sport, van a család, van a baráti társaság. Mi az, ami még kitölti a szabadidejét, vagy amivel tölti szívesen? Hát, hogyha igazából sok olyan dolog van, amivel az én ki tudok kapcsolódni, nyilván a futball körül forog minden, hogyha el tudok menni egy megyekettes Madocsa mérkőzésre, ott is jól szórakozom, sőt, kikapcsolódok. De egyébként a másik ilyen dolog a horgászat, amivel, hogyha van időm, akkor nagyon szívesen leülök horgászni. 2-3 óra alatt nagyon szépen ki tudok kapcsolódni, még akkor is, hogyha nem fogok semmit. Hát annak az a lényege, nem? Hát igen, végül is ott repkednek a madarak, gólyák, gémek, ez is tetszik nekem, nyugalom van, csönd van, de hát azért nyilván az a jó, ha fogunk is valamit, és történik valami. Úgy tudom, a családban azért két unoka született, úgyhogy nem sokára lehet, hogy nem lesz ilyen sok szabad ideje. Hát nagyon várom már, hogy most még nagyon kicsik, nyilván 9 hónapos, 3 hónapos két kislány, nem baj, ha lányok, megtartottuk őket. Na, biztos nagyon fogjuk szeretni, és én is nagyon szeretem őket, nagyon aranyosak. De most még annyira picik, törékenyek, hogy nyilván még én nem tudok velük egyedül maradni és foglalkozni velük. De én azt gondolom, hogy mondjuk egy év múlva már igen, és nagyon várom, hogy a két kislánnyal tudjak foglalkozni. Más nagyapának lenni, és más apának lenni. Milyen nevelési elveket vall? Én azt hiszem, hogy igazából az én gyerekeimet a feleségeim nevelték.
Én kisegítő voltam ebben a kérdésben. Én azt hiszem, hogy csak köszönni tudok a feleség, két feleségem volt egyébként, csak köszönni tudok nekik, hogy normális gyerekeim vannak. Nagyapaként azt gondolom, hogy engedékenyebbnek kell lenni. Nem baj, ha egy kicsit rosszak a gyerekek, nevelje őt az apja és az anyja. Én megengedhetem már magamnak, hogy a kedvükbe járjak. Önt hogyan nevelték a szülei? Hát nekem azért nem volt annyira egyszerű gyerekkorom az öcsémmel együtt. Tulajdonképpen édesanyám nevelt engem is. Édesapánk elég kicsapongó életet élt, és hát mellette édesanyámnak nehéz volt. De mindent megkaptunk, a nagyszülőktől is, édesanyámtól is, amire szükségünk volt. Tényleg szeretetben nőttünk fel, és hogyha nagyon szükségünk volt valamire, azt azért megkaptuk. Tehát nélkülözni mi nem nélkülöztünk. Egyedül talán az apai szeretet, ami elmaradt, de összességében nem kell panaszkodnom. Ezt az életenergiát, ezt az energikusságot, ezt kitől örökölte? Érdekes módon azt vettem észre így az évek során, hogy így a genetikát, a külsőséget például édesanyámtól örököltem, de a temperamentumot, vagy ezt a vehemens életvitelt, azt az édesapámtól. Szereti ezt önmagában? Hát én különösebben ezzel nem foglalkozom, nem kell, hogy szeressem magam. Ha jól érzem magam a bőrömbe, akkor rendben van. Tulajdonképpen úgy ki vagyok békülve magammal, és nincs különösebb irányérzetem. Visszatérve a focira, most mit vár? Hát ebben az évben valami hasonló eredményre képesnek tartom a csapatot, mint a tavalyi szezonban. Ilyen negyedik, harmadik, hatodik hely között én azt hiszem, az teljesen reális. Jó a játékos állomány itt Pakson, de egyébként azért is jöttem ide örömmel többek között, mert én 15 évre visszamenőleg képben vagyok a paksi futballal kapcsolatban, és a Haraszti Zsolték itt mindig kimaxolták a magyar játékosok közül a legjobbakat, az idehozható játékosokat. Szerintem mindig képességekben egy nagyon jó állomány volt itt Pakson. Legalábbis én kívülről ezt érzékeltem, és most, hogy tavaly idejöttem, ezt belülről is ugyanezt látom. Milyen új céljai vannak az életben? Gondolok itt a sportra, a magánéletre, bármi, amit most fel tud hozni. Hát az egyik életcélom az volt, hogy nyilván segítsek a gyerekeimnek, hogy érvényesülni tudjanak. Elsősorban nyilván most a két fiú van porondon. Ugye a Steffi hát még egy pár évet biztos tud játszani első osztályban, aztán majd meglátjuk. A nagyobbik fiam, aki velem dolgozik most már 4-5 éve, ő azt hiszem, hogy kész arra, amit meg kellett tanulni ebből a szakmából, azt megtanulta mellettem. Nyilván a rutint azt majd saját magának kell szereznie. És a magánéletében milyen célok vannak? Utazni szeretne? Igen. Most itt nagy kérdés, hogy a világban repkedjen el az ember, vagy sem? Igen, a párommal itt vagyunk együtt Pakson, és még a Covid előtt egy ilyen európai körútra elment, Olaszország, Franciaország, és így egy kicsit 3 hétig utazgattunk a világba, az például egy nagyon jó program volt, aztán a tavalyi évben már ezt felülírta az életünk, hogy nem nagyon lehetett. Hát nagyon várom, hogy ez újból megnyíljon, mert ezt például örömmel teszem, hogy elég sok felé voltam már a világban, de tulajdonképpen a munkám által voltam sok felé. És ez nem ugyanaz? Nem ugyanaz, mert ott bizonyos kötöttségek mellett nyilván az ember 2-3 órát szakít arra, hogy elmenjen egy múzeumban, megnézzen egy templomot, vagy körülnézzen egy városban, de hogyha magánemberként meg, akkor csak ezzel kell foglalkozni, és nincs semmi időhöz kötve. Mi az, amit mindenképp látni szeretne, vagy vissza szeretne valahova térni? Van a kedvenc hely? Hát a kedvenc városom az Párizs. Nem tudom, én ott mindig, focistam is Franciaországban, én ott mindig olyan felszabadultnak érzem magam. Oda szívesen visszamegyek, vagy a Côte d'Azur-re. Franciaországot megkedveltem. Több ilyen hely van, Olaszország is például nagyon tetszik. Tehát a világban számos olyan hely van, amit még nem láttam, és azt gondolom, hogy talán még lesz egy pár évem arra, hogy egy-két helyre eljussak. Rendben, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a beszélgetés végén akkor kérem, hogy egy szerencse süteményt húzzon, azt nézzük be, hogy mit üzent ön. Megkeverjen, jó legyen ez. Hát. Ajaj.
Na, kíváncsi leszek, mi lesz benne. Szemüveget is hoznom kellett volna. Szívesen elolvasom, hogyha... Tessék! Bájos, értesz hozzá, hogy hogyan valósítsd meg álmaidat? Hát azt gondolom, hogy ezzel le is zárhatjuk a beszélgetést, mert ez igaz önre, nem? Én azt hiszem, igen. Tehát amit célként kitűzök magam előtt, azt azért el szoktam érni. Ha hiányérzetem van, akkor addig csinálom, amíg nem sikerül. Bognár György, köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet. Köszönöm még egyszer. Viszontlátásra!